Önök a heti szakaszt Gayer Péter műsorát látják. Izgalmas emberekről, történeteikről, a magyar zsidóságról. Mostani gyerek nem, volt? Nem. 2005-ös a nagy része, de... De van már mostani benne. Igen, aha. De van már... Jó. Ez még halasztott, mert ugye itt még csontok vannak szedetlenül, és ezt még gyakorlatilag ezt is beterveztük, hogy ezt mindenki kellene tisztítani, és utána... És akkor mi a dolog utána? Hát, egy rabit hívni először is. Aha, uh-huh. Lefedni. És utána befedni. Uh-huh, uh-huh. Valamivel. Ja, ez erre várunk majd a biztosi szóval, mert nincs élő rokon. Hát sőt, ez az egyetlen mit eset a temető esetében, hogy nem is tudjuk pontosan beazonosítani, mert ennyi szerepel. Van gyanús, valószínűsíthetjük, hogy a dr. Molnár Somáról van szó, aki a század elején a kórház egyik főorvosa volt. Igen. Aha. Ami, ha Erik nem tudja, akkor az itt nem létezik. Tehát ami a temetkezésekkel kapcsolatban Erik nem tud, az tehát nem... Tehát itt a digitális térkép az Erik fejében. Ez az én fejében. Egyébként... De nem csak ott lesz hamarosan, tehát hogyha eljutunk oda, hogy a temetőnek a ilyenfajta feldolgozása megtörténhet, a tudományos kutatásoknak az alapja az, hogy felmérjük egyenként a sírokat GPS koordinátákkal mindennel együtt, és onnantól fogva lehet. Az egész temetőben, mivel hogy a bokrok ugye elfedik, csak megtippelni tudjuk. Jó. Megmutatjuk csak az újjéknek. Egyébként igazuk van most a várják éppen is. Mártinval egyre itt a ilyen bolygatjuk meg. Hát, hogy ez kéne, hogy lássa mindenki, hogy itt 1700-as évekből, 1800-as évekből egy teljes parcella van, ami totál feltáratlan. Ez egy későbbi fázisban lehet talán utányulni. De van, igen, 1700-as évekből is van. Igen. Itt 1721-ben alakult, igen. Nem, hát itt folyamatosan volt. Török hódottsági területnek számított, és a törökök engedték. Tehát itt már 1500-ban volt, 1520-ban hitközség volt, 1700-ban elsők között ez egy grófi birtok volt, az ücsieké volt egyrészt, és a 1700-as években a nemesség visszahitta a zsidókat. Uh-huh. Tudod, aztán második József meg adott egy csomó kiváltságot. Hát úgy hívták, hogy a jobbágyok meg a zsidók is kellene, aztán őtől leörököltük a nevünket, azt tudod. Igen, nézd meg itten 3, 4, 5, 6, 7, 8, tehát ez egy komplett parcella. Fantasztikus. Igen. Fantasztikus. Hát ez óriási munka lesz ezt kitisztítani, ezt ugye most nem esünk neki. Jó napot kívánok! Gyerünk, itt tudok segíteni, szervusztok! Szervusz! Sok minden. Mi a dolog? Itt a feladat az, hogy körbe leszedjük az összes szemetet. Csak nagyon óvatosan, mert itt van egy nagy kődarab, amit nem tudunk megmozdítani. A fiúk a izéket a... Igen, azt ki kell innen szedni, hogy itt rend legyen. Jó. És ezeket vannak ilyen vágók, és azzal tegyük le a... Itt nem, csak a vasfarágokat kell leszedni. Uh-huh. És aztán hát majd másik kétős takarítom, de itt mindenki majd a feladat. Jó munkát! Imádkoztam. És ott az első. Jó? Mi van a címe? Itt van, visszaadom, tessék! Thank you.
1873-ban halt meg. Péntek este halt meg, erre a szabadszor, tehát a szombat elő estéjön. A legnagyobb kisztestét. Igen. Van évszám? Van, 1873. Látod, nincs? De ennyi. Előtte van, 30-a. Várjál, befordítsuk. Gyere, ha csak mondom. Bocsánat. Ez így megy most a mai korban. Hogy? Hogy itt van a átfordító. 1873. 73. És ez Sziván, mi? Akkor az Sziván az május lesz. Igen. Sziván 30. Sziván 30? Aha. 1873. Május lesz, nem? Május. Májussal, nézzük meg májussal. Nézzük meg. Ami szombatos. Május 30. Úgy van, az 1873, Sziván, van, így van pontosan. Mert itt van, hogy péntek este, itt van, hogy erre Sabesz. Itt a másik oldalon. Igen. Itt van, naptár, meghalt. Meghalt. Jom, napon. Vaj, volt, itt van. Daled, Sziván. Sziván. Alef, Bész, Daled. Ugye? Igen. Az a négy, de már este volt. Tehát már a szombatban beleszámoltak, ezért van négy, a Daled a negyedik betű, Sziván és Sabesz. Sabesz azt látni. Igen. Tehát 5633, péntek, Sziván hó negyedikén, 1873. május 30. Ja, és ami ugye érdekes, hogy ott az a parcella, az meg még régebbi sír. Igen. Azt láttad, amelyik be van nőve. Igen, igen, igen. De hát itt is hogy be van. Itt rengeteg, igen. Hát itt még messze a kerítés. Hát nézd oda, nézd oda. El kéne jutnunk odáig, igen. Gyöngyösi temetőből jelentkezünk, ahol a Gyöngyösi Hitközség és a Mazsi Hisz együttműködésének köszönhetően egy egész autóbusznyi önkéntes érkezett. Önkéntesek azért, hogy rendbe hozzák a temetőt. Kik jártak itt az önkéntesek előtt? Itt volt egy temetőrombolás a Gyöngyösi temetőben, és ennek kapcsán a gyöngyösi közösség meghirdette azt, hogy nem csak a károkat kell helyreállítani, hanem az egész temetőt valahogy meg kell tisztítani és rendbe kell tenni. Gyöngyösön valamikor több mint 2000 zsidó élt, ennek a kétharmada status quo irányzatot képviselte, a maradék ortodoxot, tehát itt ez a két erős irányzat volt Gyöngyösön annak idején, és ennek ennek a lakosságnak körülbelül a 25%-a jött vissza a holokauszt után, jellemzően a munkaszolgálatból. Tehát az asszonyok és a gyermekek, az asszonyokat és a gyermekeket megölték a haláltáborokban. Szokott ön különben is a Gyöngyösi Hitközséghez eljönni? A Gyöngyösi Hitközséghez azért nem szoktam eljönni, mert a Gyöngyösi Hitközség az most alakult újjá. Ez egy nagyon pozitív fejlemény, és erre nagyon büszke vagyok. Nem az én érdemem, ezt tegyük hozzá, de azért talán jelent valamit, hogy 10 éve, amikor 2 évig elnök voltam, akkor a soproni közösség újjáélett, és most a gyöngyösi közösség újjáélett Weiss Péter vezetésével. Azóta itt rendszeresen vannak istentiszteletek, rendezvények, és lám a temetőhöz is hozzálátott a helyi közösség, és ezt értékeltük mi oly módon, hogy a mai nap és a vasárnapi nap egy-egy busznyi ember fog jönni Budapestről. Ez részben a Mazsi Hisz támogatásával, és nem lehet kihagyni az Életmenete alapítvány támogatásával jön létre ez a két út. A mai nap részben fiatalok, sejberiskolából részben felnőttek jöttek a busszal, vasárnap szinte csak diákok lesznek itt, és próbálják kitisztítani a egyébként elképesztően benőtt temetőnek a hátsó részeit. Ezzel úr, nem lenne feltőlem, hogyha a 70 év elhagyatottságát, az a közel 2000 temető borzalmas állapotáról kérdezném, de mégis ezt teszem, mi lesz ezekkel? Képes-e a Mazsi Hisz gondoskodni erről, vagy, mint ahogy azt mondotta a miniszterelnök hivatalt vezető miniszter, a helyi hatóságok kéne, hogy foglalkozzanak ezekkel az elhagyott zsidó temetőkkel, hisz valaki tehet róluk, arról, hogy nincsenek utódok, hogy gondozzák ezt. Így van, ez a történelemnek egy borzalmas hagyatéka. Magyarországon körülbelül 1600 elhagyott zsidó temető van. Az 1600 zsidó temetőt a maradék közösség képtelen karbantartani. És a kormány indított egy nagyon nagyvonalú kezdeményezést a zsidó temetők helyreállítása és karbantartására vonatkozóan, amiben Mazsi Hiszt úgy gondolom, hogy kiemelt partnernek fogják tekinteni.
mit vár nézőinktől, mit vár a nem zsidó fiataloktól és önkéntesektől, hogy ők is eljöjjenek a temetők karbantartásába részt venni? Egyértelműen úgy gondolom, hogy a zsidó szervezetek, intézmények, iskolák, egyetem hallgatóinak részt kell venni ebbe a folyamatba, de meg vagyok győződve, hogy ez nem csak a zsidók feladata, hanem ez mindenkinek a feladata. És a kormányon mi arról beszélgetünk egyelőre, még nincs konkrét terv, hogy ezeket a temetői karbantartásokat, ezeket megpróbálnánk összekötni oktatással, ismeretterjesztéssel, mert ha a temetőbe kijönnek a fiatalok, mint itt lehet látni, és dolgoznak, és ásóval, vasvillával és vágószerszámokkal próbálják tisztítani a temetőt, akkor amikor egy picit lepihennek majd, vagy mondjuk éppen ebédelni fognak a temető előtt, mert mégse a sírok között fogják ezt elvégezni, akkor lehet nekik egy oktatást tartani arról, hogy kik éltek itt valamikor, kik voltak azok, akik ma nincsenek itt, hogy milyen értékeket hordoztak ők, hogy milyen szimbiózisba értek a zsidók és a nem zsidók. Tehát ez egy nagyon jó terep arra, hogy életközelből háromdimenziósan ismerjék meg a történelmet. Jó magam, kornitaságon véget nem mehetek be a temetőbe, csak itt a temető szélén, ezért készítjük itt is a riportot, de előttünk van az emlékmű, a hősök emlékére épült emlékmű, vajon mely esztendőkbe építették ezt? Ezt a háború után, a II. Világháború után építették a gyöngyösiek. Tudni kell, hogy akkor körülbelül egy a 400 zsidó még visszatér Gyöngyösre, és aztán ugye a történelem az szinte pillanatok alatt megszüntette ezt a közösséget, és 56 után már itt Gyöngyösön alig voltak zsidók. Most egy lelkes vezetőnek az irányításával újjáéled ez a közösség, reméljük, és újra tanulni fog, és újra megelevenednek az imáink, szövegei hallatszanak föl az egekbe azok a könyörgések, amelyeket tradicionálisan 3000 év óta mondunk. Én úgy gondolom, hogy ez a jövő, és ez az igazi válasz a holokauszra a részünkről. Hamarosan választások lesznek a Mazsihiszben. Amennyiben ön lesz újra a Mazsihisz elnöke, mit fog tenni azért, hogy a temetők kormányhatározat, kormánysegítség ide vagy oda, de hogy a Mazsihisz és a Mazsihiszt körülvevő emberek is tegyenek valamit. Van-e ilyen programja? Hát itt a temetőben nem szeretnék kampánybeszédet tartani. De, nem is arra kérdezik. De az biztos, hogy nagyon szívós munkánk van abban, hogy eljutottunk addig a pontig, hogy a kormánnyal közösen egy ilyen programot meg fogunk valósítani. És én úgy gondolom, hogy most a lehetősége jött el, tehát itt ez a másfél év erre jó volt, hogy megteremtettük a lehetőségét, a következőkben bárki lesz az elnök egyébként, az lesz a feladata, hogy ezt a lehetőséget ezt kihasználja, és akkor ezek a temetők itt mind normális állapotba tudnak kerülni. A fővárosban található a Fiumei úti nemzeti sírkert, ahol két napig tartott, amíg rájöttek, hogy ott is sírrongálók voltak. Vajon a zsidó temetőkben vannak-e kellőképpen kamerázva, vagy legalább az őrzésére van elég pénzük? Nincsenek bekamerázva, nincs az őrzésükre elég pénz, és magyarul hagy válaszoljak, nem is erre koncentrálunk most. Amikor a zsidó közösség biztonságáról beszélünk, a zsidó intézmények biztonságáról beszélünk, akkor elsődlegesen és elsősorban azon intézményekről, ahol zsidók vannak, temetőinkre is vigyázni kell, ahol van lehetőség, be lehet kamerázni, de az egy illuzórikus elképzelés, hogy minden temető szépen be legyen kamerázva. Indulásunk előtt villámlátogatást tettünk a zuglói Mazsihisz által vezetett óvodánál, bölcsödénél. Ott viszont meg kell, hogy mondjam, hogy meg voltam elégedve, mert messziről láttam, amit nem biztos, hogy mindenki lát, hogy biztonságban vannak a gyerekek. Ez a helyzet az iskolákonál is? Igen, amióta voltak ezek a borzasztó események Európában, Párizsban, Koppenhágában, azóta a zsidó intézményeknek az őrzését egy magasabb fokon látja a biztonsági szolgálatunk, úgyhogy amit főszerkesztő úr is látott, az ennek a hatása az óvoda előtt és az iskolák előtt is egy nagyobb fokozatban védjük az intézményeinket, és a kormánnyal tárgyalásban vagyunk, hogy ezt még magasabb fokra emeljük. Köszönöm, hogy rendelkezésünk rá, és bízunk benne, hogy minden önkéntes még időbe haza tud érni, többek között ön is, hogy ne szegjen sabatot. Sabat shalom. Sabat shalom, és úgy van a program, hogy mindenki otthon lesz, és tud imádkozni, és tudja fogadni a szombatot. Sabat shalom. A gyöngyösi hitközség újjászületett, Weisz Péter a hitközség új elnöke. Mi történik Gyöngyös városában? Egy megindult 45 év után újraélet hitközség, amelyik
rendezett már sabatot, rendezett széderestét, úgy érezzük, hogy elindult valami. A város jól fogadja a hitközséget, jók az egyházközi kapcsolataink. Tartottunk a katolikus egyháznál a Tóra jelentőségéről eladást. Tehát olybá tűnik, hogy elfogadott lett a hitközség. Reméljük, hogy tovább fogunk növekedni, szeretnénk 100 feletti létszámot elérni. Ez viszont szükségesek a Gyöngyösről elszármadottak. Mindenkit várunk szeretettel. Rendezünk majd mártír istentiszteletet, mártír ünnepét június 7-én. Dolgozunk. Most, hogy megrongálták a temetőt, tele a temető önkéntesekkel, az önkénteseken kívül szakemberek is jönnek majd helyreállítani valamit itt? Igen, van egy elképzelésünk, amelyet a várossal közösen és valószínűleg pályázattal fogunk megoldani. Nagyon sok 48-as és első világháborús sír van, és szeretnénk ennek kapcsán egy nagy temetőrendbetételt, hiszen itt 40-45 évig alig volt mozgás. Van egy elképzelésünk, tárgyalások alatt vagyunk, valószínűsíthetően 2016-ra ezt a temetőt teljes eredeti régi állapotába rendbe fogjuk hozni. Elnök úr, nem tartjuk fönn, hogy ki tudja venni részét az önkéntes munkából. Minden esetre Sabbat Shalom és jó munkát! Sabbat Shalom!